5 szintes és 33 lakásos lesz az új épület. Varga Lili ezen a pályán tanult meg korcsolyázni. Győzelemmel kezdtek a kézisek. Köszöntöm a 60 Televízió nézőit, Önök a híradót látják 2018. február 20-án, kedden. Fekete Gábor vagyok. A Fejlődő 60 program egyik része, hogy javítanak a lakhatási helyzeten. Ennek érdekében indult el a Dózsa téren az építkezés tavaly nyáron, ahol egy 5-szintes társasházat húznak majd föl. A tervek szerint novemberben átadják az épületet. Hónapok óta tart az építkezés a Dózsa téren. Több lakásnak már állnak a falai, a garázsokat is látni már. Az alap megvan, jelenleg éppen a pillérek betonozása, vasalása zajlik. A munka jól halad, 2 héten belül már a második szintet fogják építeni. Az épület 5 szintes lesz, 33 lakással, több üzlettel és garázsokkal. A lakásokat szaniterekkel felszerelve kulcsra készen adják át, a határidőt pedig mindenképpen tartják. Én úgy gondolom, hogy szeptember végére, tehát még egyszer, amennyiben nem lesz valami extrém időjárás vagy ilyen jellegű dolog, akkor szeptember vége az építkezés befejezése. A november 30-as határidő előtt úgy gondolom, hogy készen leszünk. Nem látom akadályát igazán, hogy ne történjen ez már. Az épület önmagában május végére szerkezetkész lesz. Még egyszer, tehát ha minden optimális, és akkor közbe folynak a belső munkálatok. Tehát szeptember vége, októberre biztosan merem mondani, hogy készen lesz. Ezek már az épület tervrajzai, jól látható a lakások elrendezése, a látványtervek pedig azt mutatják, miként is fog kinézni az elkészült társasház. A városvezetés által meghatározott Fejlődő 60 programba illeszkedik a lakások építése, mivel az iparfejlesztés, valamint az idegenforgalom erősítése mellett szükséges a lakhatás biztosítása és a telep. A lifttel ellátott társasházban 35 és 75 négyzetméter közötti lakásokat alakítanak ki, a felső szinten pedig penthouse jellegű 120 négyzetméteres lakások lesznek. Mindezeknek körülbelül a 60%-át már értékesítették. Már a 17.500. korcsolyázót köszöntötte Horváth Rihárd polgármester a 60-i jégpályán. Varga Lili palotástól érkezett az iskolával a jégpályához. Számára igazi kikapcsolódás a korcsolyázás. Könnyedén és rutinosan siklik a jégen a 17.500. korcsolyázó. Varga Lili rendszeresen jár a barátaival és családjával a 60-i jégpályára, ő ezen a jégen tanult meg korcsolyázni. Igazából 2 éve jöttem először ide a pályára, és itt tanultam meg egy pingvinnel, és utána már így alapból ment. Kikkel szoktál kijárni? Hát inkább az iskolából, van egy diák önkormányzati, hát úgymond csoportunk, és velük szoktunk rendszeresen jönni, de jöttem az osztályjal és a családdal is idén. Lili hozzátette, számára a korcsolyázás igazi kikapcsolódás, a családjával azt tervezik, hogy ezen a héten még egyszer kilátogatnak a pályához. Horváth Rihárd polgármester kiemelte, egész szezonban nagy sikerrel működött a 60-i jégpálya, és nagyon sokan érkeztek 60 és térségéből kikapcsolódni, sportolni. Még ez a hét áll rendelkezésre a korcsolyázni vágyóknak, hiszen 25-én bezár a 60-i jégpálya. És talán mindannyian látjuk, hogy milyen nagy siker itt 60-ban a jégpálya, és nem csak a 60-iaknak, a környékbeliek is nagyon szívesen veszik igénybe a 60-i jégpályát, és éppen ma a 17.500. látogató is egy palotási fiatal hölgy, Lili volt, ő kapta meg az ajándékokat. Én arra biztatok mindenkit, hogy ebben a rendelkezésre álló időben még jöjjenek el, próbálják ki a 60-i jégpályát, hiszen talán már éppen esik a hó, és éppen téli időjárás fog következni. Azt gondolom, hogy egy kiváló lehetőség arra, hogy mindenki jól töltse el a szabad idejét. Itt 60-ban a műjégpályán. A jégpálya ezen a héten még családbarát árakkal és nagyszerű szórakozási lehetőségekkel várja azokat, akik a télies időjáráshoz illően jeges sportokkal szeretnének feltöltődni. Győzelemmel indította a tavaszi bajnokságot az Oktat 60 HKSS-e. A csömöri csapat ellen az első félidő nehézségei után sikerült a 60-iaknak fordítaniuk, jelenleg a tabella második helyén állnak.
megkezdte tavaszi bajnoki szereplését az Oktat 60-64 KSS-e. Első mérkőzésüket idegenben játszották a csömöri SSN Kft. Együttes otthonában. A hazaiak álmosító játékot választottak, ez pedig rányomta a bélyegét a 60-iak teljesítményére is. Nehezen tudtak kibontakozni, a második félidőt pedig vesztes helyzetből várták. Innen is lassan ment a ritmusváltás, de amikor sikerült, akkor azokkal szép és gyors gólokat szereztek. Ennek meg is lett az eredménye, 3 góllal legyőzték ellenfelüket, és ezzel begyűjtötték a 2 pontot. Fontos volt ez a siker, mivel egy hosszabb szünet után álltak ismét pályára a fiúk az első tavaszi bajnoki találkozón. A győzelemmel pedig megerősítették helyüket a bajnoki tabella 2. helyén, és csupán 2 ponttal vannak lemaradva a listavezető Rév TSC csapatával szemben. A következő mérkőzésüket február 25-én vasárnap hazai pályán játsszák, ahol délután 4 órakor fogadják a CIEB Budakalász U22-es csapatát. Szerdán egy mediterrán ciklon alakítja az időjárásunkat, így sokfelé kellemetlen szeles csapadékos időre van kilátás. Havazás, havas eső, eső egyaránt előfordulhat. Éjszaka -5-2, napközben 3-6 fok várható. Csütörtökön borongós idő várható havas esővel, reggelente -5-1, napközben -2-5 közötti értékeket mérhetünk. Pénteken még számíthatunk havazásra, helyenként havas esőre, de túlnyomóan napos idő várható, továbbra is élénk, néhol erős lehet az északkeleti szél. Délután -2-6 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most az Aktív 60 című magazinműsorunk következik, majd adásunkat a kilátó megyei magazinműsorral zárjuk, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!